30 évvel ezelőtt egy barátnője látta meg a felhívást, hogy a Magyar Rádió bemondói műsorvezetői tanfolyamra keres jelentkezőket. Így indult Bény Ildikó a Duna Televízió műsorvezetőjének pályája. Lánya és kolléganőnk Tótfalusi Fanni megismételte a történelmet, hiszen ő is egy képzésnek köszönheti, hogy ma pedig már műsorvezetője a Petőfi TV-nek. Na de, hogy ehhez mit szólt édesanyja? Erről ők fognak most nekünk mesélni, ugyanis már itt van velünk a stúdióban Bényi Ildikó és Tótfalusi Fanni. Sziasztok! Sziasztok! Szervusztok! Ildikó, te már 9 évesen elhatároztad, hogy műsorvezető leszel. Ez hihetetlen egyébként, és egyben csodálatos is. És azóta, nem is tudom, 20 pár éves korod óta pedig a pályán vagy, ami szintén hihetetlen, és gratulálunk ehhez. De a szüleid azt mondták, hogy ezt nem mondd el senkinek akkor. Miért mondták ezt? Más idők voltak. Uh-huh. Most ez közhelyesen hangzik, de hát amikor én 9 éves voltam, akkor 1979 volt konkrétan, és egy Budapesttől 220-240 kilométerrel lévő kis faluról, Hernádvécséről beszélgetünk, ahonnan valószerűtlen messzeségben volt Budapest, az pedig még inkább, hogy én tévében mondónő legyek, de én tántoríthatatlanul ezt akartam. És mennyire támogattak utána, amikor ténylegesen látták, hogy oké, itt most ez be fog indulni? Ők mindig mindenben támogattak. Tehát számukra nem volt az kérdés, hogy majd én megvalósítom-e az álmaimat, mert tudták, hogy én mindent elkövetek a cél érdekében. Igen, mert anya rengeteg szavaló versenyre járt mindenhol ott volt, úgyhogy nagyon tudatos igen, volt. Igen, még esküvőkön is mondtál verseket. Imádtam, haknisztunk gimnazistaként, igen. Nagyon-nagyon szerettem azt az időszakot, amikor a mennyasszonynak és a vőlegénynek verseltem, tehát az nagyon jó volt. De nagyon furcsa dologra fogom most felhívni a figyelmet, mert én úgy tudom, hogy ezzel szemben Fannit a szöges ellentéte voltál anyukádnak. Így van. Egy igazán szófukar gyerek lehet ez, szóval nem igazán beszélt, úgy kellett néha noszogatni. Szóval semmi nem predesztinálta, hogy te majd egyszer egy olyan pályát válasz, ahol a beszéd ennyire központi szerepet kap. Igen, én azért úgy gondoltam, hogy bármit csinálnék, de hogy ez nem nekem való, hiszen tényleg annyira nem beszéltem, és szerintem senki a környezetünkben nem gondolta volna, hogy én valaha egyszer műsorvezető leszek. Kivéve a tanítónénit. Igen, aki mondta, hogy fogsz te még meglepődni. Így van. Azt nem is értettem, hogy miért mondja, mert tényleg fogadást nem kötöttem volna arra, hogy Fanni egyszer majd kamera előtt, és egyáltalán, hogy a közelébe lesz a tévézésnek, mert tényleg rossz nyelvek szerint én beszéltem helyette is kiskorában, de úgy kellett magyarázkodnom mindig, hogy tud beszélni, higgyétek el, hogy tud beszélni, csak egyszerűen ő zárkózottabb típus volt, nagyon. Viszont az, hogy ez megváltozott, ez neked köszönhető teljes mértékben. Na, ezt nem tudtam. Na, ez most derült ki számodra is. Megérte a beszélgetés. De szerintem igen, hiszen te nagyon nyitott vagy, aki tényleg felszáll a buszra, és ott barátnőket szerez, mindenkivel beszélget, és ezt szerintem valahogy megpróbáltam ellesni, eltanulni. És de akkor például nyomás abszolút nem volt édesanyád irányából, hogy akkor elkezdtél tévézni, és akkor ezt most hajtani kell, és vinni kell tovább? Nem, egyáltalán nem. Anya csak azt mondta, hogy azt csináljam, amit én szeretnék csinálni, és bármi legyen az, ő mindenben támogat. És akkor így történt egyszer az, hogy néztük együtt a tévét, pont az M2 Petőfi tévét. Wow, mi más? És tényleg ment egy anyag, és csak anya annyit mondott, hogy hát ezt te is meg tudnád csinálni, meg mondtam, biztos, hogy nem. És akkor így eltelt. És hát meg tudtad csinálni. Meg tudtad csinálni. Igen. Elkezdtél itt dolgozni nálunk, és körülbelül március környékén volt, azt hiszem, az első adásod, élő igen. adásod itt a stúdióban. Engem nagyon érdekel, hogy kettőtök között milyen beszélgetés zajlott le, mondjuk az adást megelőző este, hogy milyen tanácsokkal láttad el Fannit. Voltak tanácsaim, drágám? Szerintem csak annyi, hogy érezzem jól magam. Erre ez gondoltam. Volt. Igen. Ez volt az igen. egyetlen igen. tanács, mert hogy tudja, hogy úgy is felkészülök. Ezt is ugye anyától tanultam, hogy nagyon precíz, maximalista mindenkiből, minden vendégből napokig készül, és én is teljes mértékig tudtam a válaszokat is szinte, hogy ki mit fog mondani, szóval tényleg mindent tudtam, és csak ennyit mondott, hogy üljek be, és próbáljam meg jól érezni magamat. És Ildikó, neked milyen volt először látni Fannit a képernyőn? Nem is riporterként, hanem akkor itt az élőadásban, mint műsorvezető. Gyomorgörcsöm volt. Tehát izgultál, mint ő, nem? Én biztos, hogy jobban izgultam nála, saját magamnál, meg aztán végképp jobban izgultam, és esküszöm féltettem őt, hogy azt nem lehet előre kiszámítani, hogy milyen leszel a képernyőn. Biztos, hogy ti is emlékeztek arra, hogy amikor először ide kerültetek, hogy ez
milyen élmény volt. De én arra voltam kíváncsi, mert ez egy nagyon hosszú folyamat, mire az ember a tapasztalatot, a gyakorlatot megszerzi. Én tényleg arra voltam kíváncsi, hogy egyrészt az első adás után ő hogy érzi magát, hogy megsúhintotta egy picit ennek a szele, hogy ő ezt szeretné csinálni. Amit én annak idején az első bemondói konf után én azonnal éreztem, hogy igen, ez az én utam, és tényleg ezt szeretném. Illetve, hogy hogy működik a képernyőfalni, milyen a kisugárzása, mert ezt viszont nem lehet tanulni. Tehát ez vagy van, vagy nincs, vagy szereti a kamera, vagy nem. Tehát, hogy igen, értitek? És gondolom, az megvolt, és akkor így én ennek megnyugodtam, nagyon örültem, megláttam a képernyőn, és végignéztem az adást, és tudtam azt, hogy utána a többi adott esetben hibák, azokat a gyakorlat meg fogja oldani. De mondjuk az első adás után mennyire merted őszintén elmondani Fannynak, amit gondolsz, mert persze nyilván mindenkinek volt első adása, azért voltak olyan dolgok, amiket mondjuk így meg lehet mondani, hogy legközelebb jobban tudod csinálni. Én azt gondolom, hogy teljesen őszinte voltál, és mindig őszinte, anya, és azóta is szerintem néztél minden adást. Vagy visszanézem, vagy ha visszanézed, éppen élőben nem látom. És akkor kibeszéljük, de szerintem anya az, aki tényleg őszinte és őszintén elmondja, hogy... És vannak ebből néha szakmai viták? Hogy mondjuk te azt mondod, hogy én ezt így tanultam, de Fanny azt mondja, hogy ma már 2023-ban ez másként is lehet. Van ilyen? Nem, soha nem volt ilyen, mert amit anya mond, az tényleg úgy is van. És ez tényleg mindig. Nem mindent meg tudunk beszélni. Tehát mi nem szoktunk vitatkozni. Persze, hogy van, amiben nem értünk egyet, de elfogadjuk a másik álláspontját. És én nagyon-nagyon őszinte vagyok. A mi családunk, szoktam mondani mindig, amikor így beszélgetünk, hogy mi egyenesen kommunikálunk. Mi nem kötünk masnit, nem csomagoljuk be, hanem mi egyenesen elmondjuk egymásnak a véleményünket. Hiszen ki, ha nem mi? Tehát kitől várd el az őszintességet? De szép elegni bárki tud, és tudja azt mondani, hogy jaj, de jó vagy, jaj, de szép vagy. De én meg fogom mondani, és azt az elején is elmondtam neki, hogy én meg fogom mondani azt, amit én látok, hogy tudjál fejlődni. Viszont ez szerintem nagyon jó, tehát ez a legjobb, hogy itt van mellettem anya, aki tényleg szakmai szemmel tudja megmondani, hogy mi az, ami jó, mi az, amiben fejlődni kell. Én még egy gyors választ szeretnék, hogy látod, hogy most Fanny hol tart ezen az úton szakmailag? Nagyon jó az irány, nagyon sokat fejlődött, tehát körülbelül fél éve van a képernyőn, természetesen van még hová fejlődni bőven, de ehhez gyakorlat kell, és minél többet csinálni. Ennyi a titok. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek hozzá, és sok sikert kívánunk mind a kettőt. Köszönjük szépen. Látnak a nézők itt, a Petőfi, Ildikó, téged pedig köszönjük. Természetesen a Duna Televízión. Köszönjük szépen.